Kedves kollégák, kedves vendégek, kedves gyerekek! Sokatok számára ez a nap életetek egyik legfontosabb napja, másoknak csak egy egyszerű tanévkezdés. Bármit is jelentene ez a nap számotokra, ez a mai mégis másabb, mint a többi. Örömmel fogadjuk az új épületeket, hálásan megköszönjük minden jó akaratú embernek, aki hozzájárult a mai napon a felújított épületek avatásához. Nem könnyű a mai világban építkezni, nem könnyű egy régi álmot megvalósítani, de kitartással, törődéssel és utána járással sikerült valami szépet, valami újat és valami hasznosat varázsolni a község gyerekeinek. Szívből gratulálok hozzá. Fontos, hogy az Alfalvi iskolában mindig sok gyerek legyen. Fontos, hogy Alfaluban gyerekek szülessenek. Fontos, hogy a gyerekek megbecsüljék az iskolájukat. Fontos, hogy a gyerekek nem máshol, hanem Alfaluban járjanak óvodába, iskolában. Fontos, hogy az iskolapadok sosem maradjanak üresen. Itt a jövőnek építettek, itt a helyi közösségnek építettek, itt a mostani és a még meg nem született gyerekeknek építettek. Kedves gyerekek, kedves fiatalok! A tanév első napja új tervek megvalósításának a kezdetét is jelentheti. Olyan terveket szőjetek, amelyek egyaránt hasznosak számotokra és közösségünk számára. Olyan terveket találjatok ki, melyek a tisztességre, pontosságra, igazságra, jóindulatra, segítőkészségre, szeretetre és elfogadásra épüljenek. Ne olyanokra gondoljatok, amelyek csalásra, félrevezetésre, igazságtalanságra, önzésre, tapintatlanságra vagy gonoszságra alapszanak. Nem fog sikerülni egy olyan terv sem, amelyből hiányzik a következetes munka, a kitartás, a szorgalom és az odaadás. Nem tudok nektek tárgyi ajándékot adni, csak ezeket a tanácsokat, amelyeket kérlek, fogadjátok meg. Hallgassatok pedagógusaitokra, születeikre és az igazi barátaitokra. Kerüljétek a felületes és a megalázó modelleket, a beképzelt és agresszív egyéneket, és a gonyolódó és hazug embereket. Azt kívánom nektek, kedves gyerekek és kedves fiatalok, hogy időben kezdjétek el a terveitek szövését, amelyekből ne hiányozzon a tanulás, a szorgalom és a kitartás. Adjon a Jóisten az új tanévben mindannyiunknak egészséget, erőt és sok örömet. Köszönöm szépen.